A nagy háború emlékhelyei lérai hangvételű fotókon. Benkő Sándor fotóművésznek a Váci Mihály általános iskola aulájában nyílt kiállítása. Válogatásának közönségét most gyermekek alkotják, így képeivel csak a figyelmet szeretné felhívni arra, hogy az elesett katonák emlékét így is őrizhetjük. 5-6 éve talán kezdtük el a Kozma Gábor kollégámmal járni a nyugati frontot, Goriciát, szlovéniai emlékhelyeket, olaszországi emlékhelyeket elég jól feltérképeztük már. Többször voltunk itt ezeken a helyeken. Elég bőséges anyagunk van, ami remélem, hogy még fog egy kicsit majd bővülni is. A művész megörökített eredeti világháborús maradványokat. Képein láthatóak azok a kavernák, amelyekben rövid pihenőjüket tartották a katonák, de nyughelyeket, erőd maradványokat is fényképezett, amelyekre ott jártakor sosem mulasztja el felkötni a magyar nemzeti színű szalagot. Benkő Sándor azt tervezi, hogy az első világháború végének 100. évfordulójára 2018-ra egy még gazdagabb anyaggal jelentkezik. A kiállításnak otthont adó intézményben ritkán látnak hasonlót a gyerekek, s ha talán túl komoly is a téma, hasznos, hogy így módon találkozzanak a történelem egy fontos szeletével. A 7. évfolyamban szerepel a történelem tantárgy anyagában többek között az első világháború. Én azt gondolom, hogy történelmi tanároktól is tájékozódva, tapasztalatokat szerezve egy nagyon nehéz téma, nem is annyira ehhez a korosztályhoz szabott téma. Talán egy kicsit ebből a képanyaggal is közelebb lehet hozni a gyerekekhez ezt a nagy eseményt, illetve hát le tudnak jönni, és itt akár tudnak egy történelmi óra részletet tartani. A tárlat egy hónapig, december közepéig látogatható az iskola nyitvatartási idejében.